Szevasztok! Unboxing lesz ma, de nem olyan, amilyent vártok. Pizza unboxing lesz, kérem szépen. Egy kis reklám a Bátaszéki Talizmán vendéglőnek, ugyanis most rendeltem tőlük először pizzát, úgyhogy ez egy olyan unboxing lesz, hogy nem is hiszitek el. Itt a telefonszám, hívjátok fel, ha bátaszékiek vagytok. Azt nem tudom, hogy milyen lesz, mindjárt rája lesünk. Ez egy parasztos pizza, névében futó dolog, amin van szalámi, bab, hagyma, szalonna elvileg, erős paprika, sajt. Tehát majdnem olyan, mint egy mexikói, csak nem az. Ő az. Nem tudom, milyen lesz. Majd megkóstolom. Vékony a tésztája, kicsit meg van égve a széle. Van ez így. Nem rossz. Illatra nem rossz. Na. Szerintem majd mindjárt nekilátok. De ez most... Egy ilyen rögtönzött vlog is, amellett, hogy pizza unboxingot tartottam. Tudom, még mindig lóg a törölköző a szekrény ajtón, de szerintem lógni is fog egy darabig, mert lusta természetű emberke vagyok. Amúgy maga a pizza 1290 forint volt, de összvisz 1450-et fizettem, gondolom a 100, mennyi akkor? 160 forint volt akkor lényegében a házhoz szállítás. Szerintem 160 forintért sehova nem szállítanak pizzát. Igaz, hogy gyakorlatilag két utcával lentebbről hozták 160 forintért, de hát a benzinköltség az benzinköltség. Na mindegy is. Ma már ettem egy pizzát, de az Mirelit volt, most eszek egy ilyet. Aztán majd meglátjuk, hogy milyen. Nem tudom, pizzériákból rendeltem eddig pizzát. Ettem Don Pepe-set, Happy Pizzás pizzát és Gabriano pizzát. Ezek szexárdi pizzákok, meg a vakondokok, meg az ilyen dolgok. Na, emellett, hogy pizzát eszek, fehér boci csokit ropogtatok, meg sarazok mindjárt, meg büszkizek, mert miért ne? Na, nem tudom, milyen hosszú a videó, 3,5 perc. Ja. Ez most egy rövid vlog, de elmondom, hogy akartam Far Cry gameplayt nektek nyomni. Fel is telepített faszán, ráadásul már meg is photoshopoltam hozzá a jó kis indexképet, ráraktam a fejemet a jackre. De hát... Képzeljétek el, hogy feltelepítettem, és nem töltötte be maga a játék a textúrákat. Nem értem miért, mert ugye 4-szer jobb videókártyám van, mint ami az ajánlott videókártya. És nem. Nem tudom, talán nem kompatibilis Windows 8-al, vagy fogalmam nincs, hogy mi volt a problémája. Azt majd még megnézem, hogy mi a pöcs volt, hogy esetleg kompatibilitási problémák, most nagyon közel van a fejem, kompatibilitási problémák lehetnek? Ez elképzelhető? Hát megpróbálom most majd futtatni Windows 7 környezetbe, vagy XP-be.
aztán majd kiderül. Na, ez csak egy gyors ilyen szavaztak mi a helyzet videó volt. Majd még jövök. Csak.